Igazán érdemi információt nem fog tudni elmondani, hiszen a mai a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat épületében lefolytatott kontrollvizsgálat nem volt alkalmas arra, hogy minden kétséget kizáróan meggyőződjünk arról, hogy a hangfelvétel és a leírat az azonos-e teljesen, és ennek az oka elsősorban az, hogy technikai értelemben olyan rossz minőségű a hanganyag, hogy nem volt nyomon követhető kellőképpen, nem lehetett kellően ellenőrizni azt, hogy a kettő azonos-e. Nem azért, mert a manipuláció gyanúja merült volna föl, hanem azért, mert nagyon-nagyon nehezen hallható, nehezen kivehető. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy technikai értelemben nem volt előkészítve kellőképpen ez a találkozó. Ezért azt a javaslatot tettem, hogy a szakértő intézetben folytatódjon, ahol meg tudják tenni azt, hogy leszűrik, kiszűrik a felesleges háttérzajokat, és egyszerű halandó számára is nyomon követhetővé válik így ez a hangfelvétel. Így várhatóan a jövő héten lesz egy újabb, második fejezete ennek a találkozónak, ennek a kontrollvizsgálatnak, és akkor bízom benne, hogy minden kérdés tisztázódni fog. Azt pedig szeretném kikérni minden baloldali nevében, hogy egyes pártok a maffiát és a baloldalt össze akarják mosni. Az elmúlt 20 évben ezzel több millió magyar választópolgárt sértenek meg.